Tehát ma reggeli témánk a pártfinanszírozás és a kamupártok. Köszöntöm Merényen Miklóst, a K-Monitor újságíróját. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem nem pártfinanszírozás, hanem őszintén szólva talán bűncselekmény jut eszembe erről az egész témáról. Jól érzem? A vizsgálatok után egyébként, igen, jól érzem. A vizsgálatok után egyébként... amikor készhez kapták az állami számvészék jelentését, akkor ezért másoknak is eszébe jutott, hogy itt valójában bűncselekményről van szó. Viszont hát itt az ügyészség az két esetben képtelen volt vádat emelni, és még van 4 eset, ami függőben van. A képtelen volt az azt jelenti, hogy bizonyíték nincs? Igen, ahogy megpróbálom majd összefoglalni, hogy mi is itt a bibi, hát itt alapvetően arról van szó, hogy ezek az emberek és ezek a pártok, ezek azóta felszívódtak, és a szabályozás az meg nem alkalmas arra, hogy egyébként elszámoltassa ezeket a költéseket. Uh-huh. Miért? Alapvetően itt az ment félre, pont mondjuk 4 évvel ezelőtt született ez a szabályozás, tehát pont itt lenne az ideje, hogy módosítsák 2013 júniusában. Tehát sok mindenről lehet beszélni a választási, akár a választási törvényről is beszélgethetnénk egyébként, hogyha itt a választás tisztaságáról van szó, de most ugye a kamupártokról beszélünk. A kamupártokat ugye ez a kampányfinanszírozási szabályozás hozta be. A rendszerváltás után egyébként egy elég liberális szabályozás született, ugye nyilván jöttek az új pártok, és senkinek nem volt célja az, hogy őket mondjuk nagyon szigorúan fogja és megbüntesse. És ez az új szabályozás, ez meglepő módon, tehát éppen nem azt mutatta, hogy ugye konszolidálódott volna mondjuk a demokrácia, és akkor már lehet egy szigorúbb, átláthatóbb szabályozást hozni, hanem kinyitotta a kaput ezeknek a kamupártoknak, és itt alapvetően azt kell látni, hogy 2 eleme van ennek a támogatási rendszernek, amiből egyik az teljesen oké. Arról ugye mi ezt kezdettől fogva jeleztük a korrupciós kockázatot ebben az esetben, és egyébként tényleg az a furcsa, hogy nagyon egyszerű a megoldás is. Tehát 2 eleme van egyszer az egyéni jelölteknek a támogatása, ezek az egyéni jelöltek, ezek kapnak 1 millió forintot, hogyha összegyűjtik a szükséges ajánlást a kampányra, amit viszont, és ugye ez az, amire mi azt mondjuk, hogy ez egy elég progresszív dolog, hogy ezt egy kampány, tehát egy kincstári kártyán költhetik el, csak a kampányra, és ez viszonylag jól nyomon követhető. Nyilván itt is előfordulhatnak olyanok, hogy egyébként az igazolások azok nem teljesen mutatják be, hogy pontosan mire ment a pénz, tehát mit tudom én, ilyen általános költségeket mutatnak be, vagy nagyon sok benzinszámlát. Ez volt szerencsénk végignézni az összes igazolást, és ezért tudjuk, hogy pontosan tudjuk, hogy hogyan trükköznek a kis politikusok, vagy akár a nagyobb pártok politikusai is egyébként. Viszont ami ugye behozta a kamupártokat a képbe, az az, hogy itt van ugye az országos listát állító pártoknak is a támogatása. Ezt, hogy országos listát lehessen állítani, ugye kevesebb egyéni kellett van, kevesebb, és ezt csökkentették, hogy hány egyéni jelölt kell ahhoz, hogy valaki országos listát állítson, tehát a 100-ból 27 elég, és ez az, amit lenyúlnak. Aha. Hát itt, ahogy ugye az egyéni képviselőknek kényszerkártyáról kell költeni, itt ugye bemondásra, vagy hát ugye az összes az országos lista állításra megkapják a körülbelül, tehát ezeknél a kis pártoknál ugye nincsen mindenhol egyéni jelölt, tehát ez körülbelül pártonként, egy tucat milyen párt van, akik ugye gyanúsak voltak, körülbelül 150-től 500 millió forintig. Tehát mik voltak a nagyobbak, mint az MDF utódja, Yes, szerintem jó, hogy itt áll a nevük, mert azért ez egy elég undorító dolog volt, amit ők csináltak, és ők nem is kaptak el a büntetést, úgyhogy elmondok néhány ilyen pártnevet, hogy kire ne szavazzunk a következő választásokon. Ha mondhatok ilyet, volt ilyen sportos, egészséges Magyarországért, azóta se hallottunk róla. Uh-huh. Új dimenzió párt, új Magyarország párt, együtt 2014 párt. Ugye az új dimenzió és az új Magyarország azért volt érdekes. Elképzelhető, hogy ezek a pártok egyébként újra fölbukkannak majd a 2018-as választás előtt? Mivel valószínűleg nem, mert itt ugye büntető eljárás. Igen, azért. De más néven ugyanezek a körök, sőt, én politológiát végeztem, és ott a folyosói plegykák alapján arról van most szó ezeknél a fájtoknál,
hogy eléggé betoltak attól, hogy a Momentum megjelenésével változni fog ez a szabályozás, mert hogy valahogy úgy akarják majd átírni ezt a szabályozást, most ez tényleg csak egy folyosói plecska, de úgy akarják átírni ezt a szabályozást, hogy ez a kis ellenzéki pártokra, tehát a létező, tényleg pártszerűen működő ellenzéki indulókra legyen kedvezőtlen, és hogy ők most ugye szeretnék újra csinálni, tehát minden lesz írják, hogy, és egyébként a szabályozás nem változott, tehát ők szeretnék újra ellopni ezt a körülbelül mindennel együtt, a választási bírságokkal együtt körülbelül 3 milliárd forintot. De bocsánat, tehát a pénzen kívül, azon kívül, hogy ugye zsebre vágnak itt hát teljesen szabálytalanul, 100 milliókat gyakorlatilag, van valami politikai haszna is ennek a dolognak? Tehát nyilván már az se szokatlan, hogyha csak a pénzről szól valami, de feltételezem, hogy azért valami politikai haszonnak is kell itt lenni a háttérben. Igen, van a hivatalos változat, és van az, amit ugye mindannyian tudunk. A hivatalos változat ez az, ami, hogyha megtartják ezt a rendszert, általában ugye a Fidesz úgy hoz ilyen tehát általában 5 párti egyeztetés, de úgy szokta meghozni ezeket a szabályozásokat, hogy nem igazán törődik azzal, hogy van-e konszenzus, vagy egyébként más pártok szavaznak el. Ez alássa nyilván a rendszernek a legitimációját, tehát jobb lenne, hogyha az ellenzéki pártok is benne lennének abban a játékban, amit ugye a Fidesz azokat a játékszabályokat ugye elfogadnák a Fidesz felállít, és ugye itt az hangzott el, és hogyha megmaradna ez a szabályozás, akkor azt mondanák, hogy itt ugye egyenlő esélyeket kínálunk a pártoknak. Most ez azért egy oldas hazugság, és remélem, hogy egyébként ez erre nem kerül sor, majd el is mondom, hogy miért, mert ezek a pártok már a következő választáson se indultak el. Ezek nem valódi pártok, ezek bizniszpártok voltak, akik a támogatásokat akarták felhúzni. Tehát nem reális volt, hogy egyébként kisebb pártok, mondjuk a munkáspárt, akik tényleg, tehát ők egyébként el is számoltak a pénzzel, és tehát igazából nem okoztak anyagi kárt, ugye itt vissza is kell fizetni, hogyha nem éred el. Igen. És alapvetően teljesen tisztán látszik, hogy ezek a pártok egyébként nem jó hiszeműen, hanem kihasználták a szabályozásnak a gyengeségét, és amire utalok most itt, hogy egyébként a Fidesz mondta, és érzékeltette a problémát, egyébként meg a párt médiában is megjelent, hogy itt ugye ez nem teljesen oké, hogy már a választás pillanatában ugye bűnben születik az új hatalom, és itt korrumpáljuk a demokráciát már rögtön a szavazás aktusával, ugye ezekkel a kamupártok, hogy az állampolgárok látják ezeket a nem létező pártokat a szavazólapon, és jelássa a rendszernek a legitimációt. Tehát ők azt mondták, hogy idén tavasszal meg akarják változtatni ezt a szabályozást, és egyébként mi is ezt javasoltuk, hogy kiterjeszteni az országos listára is azt a szigorú elszámolást, ami az egyéni képviselők esetében van, de ez egyelőre még nem került benyújtásra. Most nagyon kíváncsian várjuk egyébként, hogy a civilek mellett ugye egy egészen nyilvánvaló szabályozási programát is meg akarja oldani a kormányzat idén tavasszal. Változhat a törvény? És hát igen, ez az, amit már csak találgatni tudunk, ugyanis én, tehát ha jó hiszeműek vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy igen, mert ez egy annyira nyilvánvaló rés, és egy annyira nyilvánvaló megoldása is van, hogy ezt meg fogják húzni. De hogyha meg rossz hiszeműek vagyunk, akkor azt gondolom, hogy itt most megy a matekozás, hogy ezek a pártok hoznak-e, vagy visznek. Uh-huh. És én olyat is hallottam, hogy itt azért azt is látni kell, hogy 2-3 egyéni körzet esetében már az előző választáson is lehetett jelentősége annak, hogy néhány szavazatot ugye ezekre a pártokra leadnak, ez együtt 2014 pártra, mondjuk félreértésből valaki lead egy szavazatot, és mondjuk volt olyan körzet Budapesten, ahol tehát tucatnyi szavazaton múlt az, hogy ki lesz az egyéni képviselő,
per Szent Lőrincen, és akkor ott a Kuhalmi Ágnes, a kutyák lesz tényleg egy tucatnyi szavazattal előzte meg, és ez az együtt 2014 pártotéjük többet kapott, mint ez a tucatnyi szavazat. Tehát akár az is a fejekben lehet, hogy megtartani ezeket a pártokat az elpazarolt milliárdok ellenére, azért, hogy adott esetben lehessen tovább fragmentálni az ellenzéket. Hát remélem, hogy nem ez a forgatókönyv valósul meg. Vagy a harmadik lehetőség az az, hogy amire azért felkészülhetünk az elmúlt években, hogy valami teljesen váratlan dolog történik, és mondjuk viszonylag nagy mértékben írják át ezt a kampányszabályozást. Uh-huh. Igen. Köszönöm szépen, hogy újra rendelkezésünkre állt, Merényi M. Miklós, a K-Monitor újságírója volt a vendégünk újra. Én köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra, további jó munkát.